A férfi kosárlabda NB1 átcsoportjában rövid volt a téli pihenő, mindössze bő két hétig szünetel a bajnokság. Az alapszakasz első körét követően a kék cápák egy győzelmet szerezve szerénykednek az utolsó helyen, elmaradva a várakozástól. A klub vezetése november végén az edzőcsere mellett döntött, az utolsó három meccsen már Darko Radulovics irányította a csapatot. Az elmúlt napokban pedig a játékos keretben is történtek változások. Harrison Hendersonnak közös megegyezéssel szerződést bontottunk, ha nem is a helyére, de új érkezőként visszaérkezett hozzánk a tavalyi csapatból Ritis Pipiras, aki ugye egy tavalyi kvázi nyerő embernek bizonyult, szerződést is ajánlottunk neki évelén, melyet nem fogadott el és Belgiumba igazolt, ahol nem úgy alakult a sorsa, hogy ő várta, ezért viszonylag könnyen meg tudtunk arról egyezni, hogy visszajön hozzánk és segít. Mindén, mind az edző, nagyon örülünk annak, hogy itt van köztünk újra, hiszen nagyon jó plusz energiákat tud adni, illetve mellette centerposzton látszott, hogy nagyon komoly erősítésre szorulunk, hiszen mind kevesen vagyunk, mind kilóban, tömegben, centiben is egy picit hátrébb vagyunk a többieknél, ezért egy klasszikus ötös játékos érkezik, aki tavaly a román bajnokságban játszott. Eric Copes, amerikai állampolgár, ő a héten az orvosi vizsgálatokon és a teszteken, ha átmegy, akkor, ha minden jól alakul, akkor ő is csatlakozik a csapathoz, és most már vele is erősebbek lehetünk a palánk alatt. Mint az ügyvezető elmondta, elképzelhető, hogy ezzel nincs vége a játékos cseréknek. Ezt az eredményt ezt mindenkinek saját felelősségeként kezelni kell. A magyar játékosokkal is többször történt erről beszélgetés. Elképzelhető, hogy a napokban lesz még a magyar keretben változás. További változásokat természetesen nem tudunk és nem is akarunk, hiszen gyakorlatilag egy új csapat formálódik, de azok a játékosok, akik nem tudták ennyi idő alatt bizonyítani, hogy itt a helyük, tőlük véletlenül meg fogunk válni, úgyhogy magyar keretben is lehet, hogy lesz változás. A kék cápák következő ellenfele az a Debrecen lesz, amely 5 győzelemmel és 9 vereséggel a 11. helyet foglalja el a tabellán. Az egy-két győzőnk meg lenne, most nem akarok mérkőzéseket mondani, akkor ott lennénk a 10-11. Helyen, mint ahogy a tavalyi szezonban. Most ugye egy győzelem előz meg minket, mind a Honvéd, mind a Szeged, tehát kifejezetten fontosak, főleg a hazai mérkőzések. A Debrecenről tudni kell, hogy nagyon-nagyon komoly csapat, top költségvetéssel rendelkezik, de idén nem jött össze nekik egyenlőre a szereplést, csupán a 10-11. Hely környékén állnak. Ők is légiós cseréltek, légiósokat küldtek el, tehát véletlenül nekik is egy élethalál mérkőzés, ad egy némi pikantériát a nyíregyházi Debrecen szomszéd rangadónak titulált mérkőzés is, de én azt gondolom, hogy nekünk hazai pályán, még ha most egy új formálódó csapat vagyunk is, teljes kerettel nem lehet más a célunk, mint a győzelem megszerzése. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Debrecen mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 óra 10 percről láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét-Szeged, budapesti Honvéd atomerőműese, Kaposvár-Szombathely, Sopron-Szolnok, Oroszlány-Albafehérvár és Zalaegerszeg-Körmend.